Az eBugatta műsoraiban mindig külön figyelmet szentelünk ősi magyar pásztorkutyáinknak és vadászkutyáinknak, a magyar kutyafajtáknak, hiszen szerintünk ezt a 9 magyar kutyafajtát szinte mindenkinek ismernie kell. Azért elmondom, hogy a Komondor, a Kuvasz, a Puli, a Pumi, a Mudi, a magyar vizsla rövidszűrű és drótszűrű változata, a magyar agár és az erdélyi kopó, és a mai műsorban pedig szeretettel köszöntelek benneteket, Tóth Máriát, a Kuvasz és Mi Alapítvány ügyvezetőjét, és Vajó Zoltánt, mint az alapítvány alapítóját, és természetesen szeretném, ha bemutatnátok rögtön, hogy ki érkezett még hozzánk. Hát ő Kende, egy közel 2 éves kuvaszka, aki hát fantasztikusan teljesít a kerítés mögött. Most éppen egy nagy birtokról jöttünk idebe, szakadó esőben, és attól függetlenül, amikor a területén kívül van, akkor pedig fölvesz ezt a passzívan bizalmatlan, kicsit talán kedveskedő magatartást. Tehát ez a csodálatos a kuvaszban, ugye, hogy a kerítés mögött tombol, nagyon helyes, hiszen őnek őriznie kell a területet, azon kívül viszont egy nagyon kedves jószág. Hát a kedvességről rögtön be is számolhatok, mert ahogy bejöttetek az ajtón, már az egész arcomat végignyalta, és mindenki így a legnagyobb meglepetéssel és rökönyödéssel nézett rám, de nekem mondjuk eszembe se jutott megkérdezni tőled, hogy harap-e a kutya, de gondolom azért elég sok ilyen kérdést kapsz a kuvasszal kapcsolatban. Igen, a kuvasznál félreismertebb fajtát nem hord hátán a föld, tehát ezt meg kellett tapasztalnunk folyamatosan, és a Kuvasz és Mi Facebook oldal, a közösség, aminek immáron 7000 tagja van, nagy örömünkre, valamint a Kuvasz és Mi Alapítvány is, ami idén szeptembertől indul, pontosan azt a célt szolgálja, hogy a kuvaszról a hiteles információkat terjesszük el végre a nyilvánosság előtt. Nagyon rossz híre van a kuvasznak, mondanom se, hogy érdemtelenül természetesen, úgyhogy nagyon sok a dolgunk. Mária, az alapítvány még friss, de már a nagy közösség van a hátatok mögött. Miért lett ez az alapítvány, és mi a célotok vele? Ez a közösség másfél éve jött létre. A Facebook oldalt akkor alapítottuk. Az alapítvány pedig, ahogy Zoli is mondta, szeptembertől már be van jegyezve. És igazából azért 3 fő célja van ennek az alapítványnak, azért jött létre elsősorban, hogy ezeket az információkat, ugye megcáfoljuk ezeket a rossz sztereotípiákat a kuvaszról, hiteles információkat hozzunk létre, és ahogy már említette is, 7000 tagunk van már a Facebookon, és olyan információkat kapunk biztos kézből, amik olyan emberektől származnak, akik ugye saját kézzel tapasztalják meg a kuvasz jó tulajdonságait. Tehát itt nem csak tenyésztők vannak magyarán szóval, hanem aki szereti ezt a fajtát, vagy szeretne többet megtudni, bárki csatlakozhat hozzá? Bárki, szinte bárki. A másik célunk igazából az, hogy a menhelyeken és a gyepmesteri telepeken lévő kutyákat, vagy kuvaszokat, ugye kifejezetten kuvaszokra specializálódunk, ezeket megpróbáljuk segíteni, elhelyezni új gazdáknál. És azokat az állatokat is, vagy kuvaszokat is, akik nem megfelelően vannak tartva a családoknál. Mert ugye mi mindig hangoztatjuk azt is, hogy nem mindenkinek való a kuvasz. Aki nem tiszteli annyira azt az intelligens állatot, hogy megtanulja nevelni, megtanulja kezelni, annak bizony nem is ajánljuk. A harmadik célja az alapítvány. Azért bocsánat, hogy beleszólok, de gondolom nálatok is a láncon tartás az egy külön témakör ezen a téren. Igen, sajnos. Így van. Miért? Nem ajánlott, hiszen mostanában sajnos az állatvédelmi törvényben is az van előírva, hogy a kutyát zárva láncon kell tartani. Miért nem jó egy kuvaszt úgy tartani? Vagy bármilyen más kutyafajtát tegyezünk, hát, ugye ebbe meg. Kutyafajtát nem lenne szabad láncon tartani egyáltalán zárva. Ugye a kuvasz eleve az őrző munkáját képtelen végrehajtani, hogyha láncon van. Ez egy evidencia, nyilvánvalóan mindenki számára. Másrészt pedig hát a kutyára az ember azért a társaként tekint. Most az ember a társát nem szokta megkötni. Mária, te miért szereted a kuvaszt? Hát ez szerelem volt első látásra. Igazából a szépsége fogott meg először, aztán amikor nekem is lett kuvaszom, akkor megismertem azt a tulajdonságot, amivel rendelkezik, amire nem is gondolnának az emberek, mert annyira intelligens, hogy szinte emberként veszük számba. Tehát benne van természetesen minden tulajdonsága, az őrzővédő is, a családban pedig annyira szerető, hogy sokan el sem tudják képzelni. Nálad akkor családi kutyaként él? Igen. Zoli, te ugye tenyésztesz is? Az majd most fog indulni, igen, de ugye nálam viszont szigorúan, nagyon prózai módon indult a kuvaszozás, szabad elmondani, egyszerűen egy külterületi részen kezdtem el építkezni, ott egy 2,5 hektáros területen kellett keresni valamilyen olyan kutyafajtát, amelyik a lehető legjobban őriz az építési anyagokat kezdetben, aztán utána pedig a családot, a házat,
és hát nekem is első látásra szerelem volt a kuvasz, megmondom őszintén, de azért becsülettel végignéztem több fajtát is, de aztán megmaradtam a kuvasznál, őket választottam, és ez már 15 évvel ezelőtt történt bizony. Az alapítvány, gondolom, akkor ugyanúgy folytatja a kuvaszos rendezvényeket, amilyen családi baráti találkozók szoktak lenni, és mi az, amit még elmondanátok, hogy mire hívnátok fel a figyelmet ezzel a fajtával kapcsolatban? A nevelésre. Ugye minden kutyát, minden kutyafajtát nevelni kellene, de tapasztalatunk szerint az emberek, a kutyásoknak a jelentős része nem nagyon foglalkozik a neveléssel. A kuvasznál és általában az őrzővédő kutyáknál nagyon fontos, hangsúlyos téma a nevelés. Tehát ugye van egy 6 hónapos kortól, kb. 2 éves korig terjedő időszak, amíg nagyon könnyű, nagyon könnyen meg lehet fogni ezt a bizonyos dominancia törekvést. Magyarán szóval, hogy mi legyünk a főnökök és ne a kutya. Persze minden kutya kicsit más, van amelyikben több a dominancia törekvés, amelyikben kevesebb, de a lényeg az, hogy nevelni kell. Kuvaszos nevelési tanácsok címen indítottunk is emiatt egy oldalt, aminek hála az égnek óriási a látogatottsága, és hát nagyon fontos, hogy ott korszakokra lebontva szerepel az, hogy a kuvasznál melyik életkorában milyen feladataink vannak. Semmi nagy ördöngösség nincs ebben egyébként, egyszerűen csak határozottsággal, figyelemmel kell a kuvaszt kezelni. Tehát akik most így első látásra akár beleszerettek ebbe a gyönyörű őshonos magyar kutyafajtánkba, a Kun kuvaszba, hogy édesanyám hívta mindig ezt a kutyát, nyugodtan forduljanak a Kuvasz és Mi oldalhoz, alapítványhoz, nagyon jókat lehet velük együtt sétálni. Zoli kijavítja az összes hibát, amit a fajta történetében mindenhol leírtak, hiszen ez egy következő témakörünk lett, amit ugye ezt át fogunk beszélni. Én a Kun jelzőt már láttam az arcodat rögtön, inkább a természetére a gondolva fejtettem ki, hiszen én is éltem kuvasszal, és az egyik legkedvesebb játszófajtás tud lenni a gyerekeknek, és a legszebb magyar kutyafajtánk megvédi azt a bizonyos birtokot. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és fogjuk még ezt a kuvaszos és magyar fajtás témát természetesen folytatni. Mi köszönjük a meghívást.